Thank you.
tudod, honnan merről jössz. Homokorán szuhat a kény, bereghet időd, időd, időd. Jól teszed, ha rám hallgatsz, és számolni kezdesz. Biztatod, ha magad körül érzel ezeket, ezeket, ezeket. Megszülettél, s nem tudod, kik élnek melletted. Hányan vannak, kik veled tengetnek életet, életet, életet. Jól teszed, ha rám hallgatsz, és számolni közösz. Biztató, ha magad körül érzel ezeket, ezeket, ezeket. A nagyszerű ember minden lelket összeír. Ha el is ment az írástól a kedve, tetszik, amit létesít. Mert augusztusnak lesz statisztikája, minden lelket összeír. Hány éves vagy? Van-e unokája? Ez az, ami mérgesít. Ez az, ami lelkesít. Ez az, ami mérgesít. Véletlenül kaptam egyik hittanórán, és az az volt, hogy imé a szűz fogant méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immanuelnek. És nekem az, hogy ez a név, hogy Immanuel, nagyon sokat jelent, mert ez azt jelenti, hogy velünk az Isten. Hallottam mesebeli királyokról, például Mátyás király is, aki áruhát öltött azért, hogy elmenjen és megnézze, hogy a népének milyen a dolga, igazán megismerje őket. És Jézus is egy ilyen király volt, aki emberé lett, lejött a népéhez és velük élt együtt. És ő szenvedett is a népért. Egyik mesebeli király sem tette meg azt, hogy meghaljon a népért. Jézus ezt megtette, és a bűnünk bocsánatát hozta ezáltal. Emlékszem, egyszer nagyon beteg lettem, és kórházba voltam, és akkor is azt az igét kaptam az úrtól, hogy veled vagyok, és nem hagylak el. Tehát ez a király nem csak akkor élt, amikor eljött a földre, és megfeszítették, hanem most is itt van közöttünk, és ez valahogy nem volt számomra kézzelfogható. És amikor meggyógyultam,
akkor egy olyan erőt kaptam tőle, és megértettem, hogy ő most is velünk van, és majd lesz egyszer idő, amikor majd mi is vele együtt leszünk a mennyországban. Oh,
szólt az ének, az énekem, amíg csak élek, nem felejtem el. A szívem meleg, amíg csak élek, nem felejtem el. Amíg csak élek, nem felejtem el. Jézus megszületett,
kérünk szépen ide, jó? Köszönjük szépen. Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta föl. Jött egy ember, az Isten küldte, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen. Tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen által. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba volt, a világba jött, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. Az övéihez jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vértől vagy a testnek a vágyából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az Ige testé lett, és közöttünk élt, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.